Na, sziasztok srácok, én Dolf2006 vagyok, és itt is lennék a legújabb videóban. Ez a mai videó, ez nem lesz olyan nagyon hosszú, itt csak be fogok mutatni pár dolgot, amit kérdeztek. Tehát így az M2-re kapcsolatos tulajdonképpen, de most nem lesz egy olyan hosszú, meg olyan mindenki számára feltétlenül érdekes videó. De a lényeg az az, hogy ja, kérdésekre fogok itt válaszolni. Az első kérdést az Krisztián írta, mégpedig azt írta, hogy meg lehetne azt oldani, hogy ha fent van valakin egy armor és azt megütik, akkor az, aki megütötte, kapjon-e valami effektet. Hát én ezt úgy oldottam meg, hogy létrehoztam itt egy procedúrát egész egyszerűen, elneveztem valaminek, és aztán itt benne, ezt itt fönt átraktam arra, hogy entity attacked, majd itt ezeket így megmutattam nagyjából, hogy hogy működnek. Itt van az, hogy ezt itt innen kiszedjük, és ezt itt átrakjuk arra, hogy end, majd itt rányomunk, hogy external impulse, jó, mondjuk ez mindegy, csak így jobban néz ki, és akkor, hogyha így le tudjuk kopizni, akkor tudunk csinálni egy ilyet, hogy ezek mind kell teljesüljenek. Hogyha azt szeretnénk, hogy csak az egyik, akkor rámegyünk arra, hogy or, és akkor csak az egyik fog, ha az egyik teljesül, akkor is már jó lesz. De én azt szerettem volna, hogyha valaki mond gyémánt szed, és azt valaki megüti, akkor csak azért, mert kedves vagyok, kapjon egy Wither 4-et. Jaj, de édes. Ugye ez itt úgy működik, hogy add potion with level, ezt ide beírjuk igazából, hogy potion. Szóval beírjuk ide, hogy potion, és akkor itt egyből ki is adja. Na, de a lényeg az az, hogy igazából itt mindenre rá lehet keresni, akár itt ide beírok, mindent kiadja, nem muszáj itt kikeresni itt, ugye ezen az oldalon. Na de kell nekünk itt egy ilyen egyenlőség, amit itt a logic-tól tudunk kiszedni, és ide be kell tenni azt, hogy get item from armor slot 3. Ez a sisak része, tehát a slot 3 a sisak, és ide beteszik a sisakot. A slot 2, az a melvért, oda betesszük a melvért, igazából de akármit be tudunk tenni, de csak ilyen páncélokat tudunk betenni tulajdonképpen, szóval most egy üveget ezt nem tud felhúzni valaki. Szóval beteszek mondjuk ide egy ilyet, vagy igazából netherite-ot is tettem volna, de hát nem tudom, nem tettem valamiért. Na mindegy, és ugye úgy működik, hogy az egyes az a nadrág, és a nullás a cipő slot, tehát ezek így megvannak, szóval hogyha teljesül ez az egész feltétel, hogy van valakin egy gyémánt sisak, melvért, nadrág és cipő, ide teszünk egy ilyen ifet, akkor adjon, tehát az event target entity az, akit megütnek, és a source entity az, aki megütötte azt az embert, vagy azt a akár ilyen mobot. Tehát a source entity kapjon egy wither effektet, ez úgy működik, hogy a levelt azt úgy kell megadni, hogy ha ide nullásat írok be, akkor egyes level lesz, ha egyeset, akkor kettes lesz, és mindig egyet többet. Tehát én most ide beírtam 3-asat, akkor Wither 4-et fog kapni, nem tudom, hogy ez miért működik, gondolom azért, hogy ne tudjál nullást írni, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha negatív számot írnál be, de mindegy. És ez itt. Ide pedig a ticket kell beírni, hogy mennyi ideig tartson. És ez úgy működik, hogy 1 másodperc 20 tick. Tehát én ide 100-at írtam be, akkor az 5 másodpercig fog tartani. Nem olyan nagyon OP, tehát ne kapjon nem tudom eddig, de 5 másodpercig kapjon. Vagy ha mondjuk azt szeretnék, hogy 3 másodpercig kapjon, akkor ide beírok 60-at, és akkor 3 másodpercig fog kapni. Hát mondjuk legyen 100, na. És akkor nézzük meg, hogy ez így hogy működik. Itt is vagyok egy világban, van rajtam gyémánt szett, ugye. Megmutatom, hogy ha nincs rajtam gyémánt szett, akkor nem működik. Ide le is rakok egy pillager-t mondjuk. És akkor, hogyha meglő, akkor nem történik semmi. Hogyha van rajtam valami, de nem teljes a szett, akkor sem működik semmi. Viszont, hogyha teljes szett van rajtam, és így lő meg, akkor elkezd kapni egy Wither 4-et. És azt talán még megmutathatnám úgy is, hogyha leidéznék ide egy zombit. Na, le is idéztem egy olyan zombit, hogy amelyiknek beállítottam, hogy föl tudjon venni itemet. És most megütöttem és kaptam egy Wither 4-et. Tehát megütöm és kapok egy Wither 4-et 5 másodpercre.
Ami szerintem eléggé durva, mert így is, hogy OP aranyal van rajtam, így is szedi az életemet elég rendesen. Alig maradt HP-m. Alig maradt HP-m. A második dolgot pedig Vince írta, mégpedig azt írta, hogy meg tudom-e azt mutatni, hogy beírsz egy parancsot, és hogyha mondjuk shiftelsz, akkor kapsz valami random itemet. Én meg írtam, hogy igen, majd a következő videóban benne lesz. Hát a következő videóban nem lett benne, mert az a Wacom Wild Battle videó volt, viszont... hát én úgy gondoltam, hogy a következő M-Creator-ös videóban benne lesz, és hát itt van. Először is létre kell hozni a parancsot, én létrehoztam azt, hogy lopakodás, és megadtam a permission levelet, hogy 4 legyen. Majd itt létrehoztam egy procedúrát, és ebbe pedig az van benne, ez van benne. Most elraktam innen így a fejemet, hogy ne látszódjon, hogy nehogy bezavarjon véletlenül. Ezt az egészet én most nem fogom elmagyarázni mindet, itt van, innen le lehet másolni, vagy még megkönnyítem a dolgotokat. Itt van olyan, hogy export, és itt kiválaszthatom, hogy hova tegye, és aztán ezt így le tudom menteni. És hogyha ezt én itt be akarom importálni, akkor itt csak rámegyek erre, és beimportáltam ide. Tehát tulajdonképpen ezt az egészet így le lehet menteni. És akkor én ezt a fájlt oda fogom rakni a leírásba valószínűleg, felrakom MediaFire-ra, vagy nem tudom. A másik pedig, tehát ez igazából csak bekapcsolja valaki számára azt, hogy ha lopakodik, akkor kapjon valamit. Azért nem shiftelésnek neveztem el, mert nem mindenkinek a shiftel van feltétlenül, de én nem hallottam még olyan embert, akinek ne shiftel lett volna. Na mindegy, itt pedig ez már egy picit komplikáltabb, tehát ez nem olyan könnyű. Ez az, amit én megcsináltam, amiről volt már videó is. Itt ezek mind az itemek, amiket droppolhat, és itt azért kell ennyi hozzá, mert random valószínűség kell, és egyenlő esélyekkel kell ezeket kidroppolja, tehát most ezt így megmutathatom nagyjából, ki fogom ezt is exportálni, viszont nem fogom annyira elmagyarázni. Tehát így megmutathatom, hogy ez így hogy néz ki, de most én nem fogom ezt így mindet elmagyarázni, szóval ja. És hát ennyi igazából. Ez a credits, ez nem fog kelleni, ez csak azért adtam, ezt csak azért csináltam, hogyha valaki belép a világukra, írja ki neki, hogy kikészítette ugye ezt a modot, vagy nem is tudom, minek nevezhető ez, mert nem tudom, ez pluginnak, vagy minek nevezhető, mert új itemet igazából nem hoz be. Na de ez a videó ennyi lett volna, hogy ezek után még valakinek van kedve ezt itt végigcsinálni velem, akkor sok szerencsét és kitartást kívánok neki. Találkozunk a következő videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról. Sziasztok!